Lakókörnyezetekben lévő nagyobb vízfelületekkel kezdték, de most már a települések belterületein is gyérítik a szúnyogokat. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 128 település érintett az akcióban. A katasztrófa védelem illetékese azt mondta, a permetszer csak a szúnyogokra veszélyes. Ezek az eljárások viszont már úgynevezett földi kémiai módszerrel történnek, azaz már a lakott terület belterületén is úgynevezett melegköd, illetve UV-s eljárás keretében teherautóról permetezik ki a szúnyog gyérítése alkalmas szer. Ettől nem kell megijedni, hogy szer, hiszen nagyon minimális mennyiségbe kerül ki, és csak magukra, a vérszívókra jelent hatást, amely a gyérítési folyamatot fel tudja gyorsítani. Nem ért ezzel egyet a Nyíregyházi Egyetem biológusa. Hörcsik Tibor Zsolt szerint szükség van a szúnyogokkal szembeni védekezésre, de a jelenleginél lenne környezettudatosabb módszer is. Minden évben el szoktam mondani, hogy a kémiai védekezés, illetve a katasztrófa védelmi védekezés talán nem a leghasznosabb, ezzel leborotváljuk az egész környezetet, és ezzel nem teszünk annyira jót sem a környezetünknek, sem pedig a környezetünkben élő ízelt lábúaknak. Elsősorban biológiai védekezésre lenne szükség, aminek a módszerei nagyon jól ki vannak dolgozva. Természetesen egy jó monitoring rendszer kell hozzá, egy jó alapos felkészülési és végrehajtási terv. A biológus cáfolta azokat a rémhíreket, miszerint a szúnyogok a koronavírus vagy épp a HIV vírus terjesztésére is képesek volnának. Ugyanakkor elismerte, hogy a klímaváltozás következtében olyan új fajok érkeznek Európába, amelyek különböző megbetegedésekhez vezethetnek. Elterjedőben van Közép-Európában jó néhány szúnyogfaj, Olaszországban már kifejezetten nagy állományaik vannak, az ázsiai tigris szúnyognak nevezett szúnyogfaj, vagy például a japán bozót szúnyog, akik rendkívül veszélyes betegségeknek a kórokozóit hordozhatják, például a chikungunya, dengüláz vagy a zika vírus, amik azért meglehetősen komoly aggodalomra adhatnak okot. Például a chikungunya láz az már megjelent például Olaszországban, igaz, egy kisebb járvány, keretében, de azért ízelítőt adott abból, hogy ezek nem kellemes betegségek, rendkívül erőteljes ízületi fájdalmakkal, magas lázzal jár, ritkább esetben hosszú távú egészségkárosodást okozhat. Igaz, akit egyszer megcsípett és bekerült a szervezetébe, a kórokozó is átesett rajta, azután a védettséget érvez ez ellen. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a csípő szúnyogok gyérítését a civil lakosság is segítheti, ha odafigyelünk a kertekben összegyűlt nagyobb mennyiségű vizek tároló edényeire, melyeket akár szúnyoghálóval, vagy bármely más módon érdemes lefednünk.